hát is tök jó tenni. Na jó van. Szóval hello mindenkinek, én vagyok a Farkas, elvileg láttok engem. Lehet, hogy majd egy kicsit jobb lesz. Hellóztok! Itt vagyok már. Itt vagyok már, csak dolgozok egy-két dolgon itt szembe. Például azon, hogy lemez. Mert ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megcsináljuk, ugye föl kell telepíteni, és ugye arról volt szó, hogy KDS rendszert fogunk telepíteni, de sajnos ez nekem nincs meg. Amint az előbb bezártam, természetesen jól láttatok, ez egy másik Linux. Ez a 1604.1 rendes Ubuntu, ugye a KDS Ubuntu, de nekünk nem ez kell. Úgyhogy ki kellett írnom. Most vettem ki a meghajtóból, frissen, ropogósan. És ezért rá kell írnom filctollal, hogy ez most minek a lemeze. Később el fogom felejteni. Úgyhogy nézzünk képet. Mit tudom én, akarjunk képet. Lehetőleg valami éleset, jó? Hogy itt a kamera be tudjon fókuszálni. Természetesen nem kameráról beszélünk, hanem mobiltelefonról. Na mi van? Így jobb? Így jobb a kép, nem? Na. Mint látjátok, ez egy Maxell lemez, DVD-R, jó? És ugye látjátok, mennyi van ráírva. Tehát természetesen nincsen tele a négiga. Itt vagyok hátul, hellóztok. Na, úgyhogy ráírjuk, jó? Szereztünk szuper vastag buszfirkáló filcet, szuper kék színű. Ráírjuk. Tessék, ráírtuk filctollal, gyönyörű gyöngy betűkkel, az még ugyan is rajta, hogy 64 bites, de mindjárt kijavítjuk ezt a hibát. Így mi? Itt van mi, vadonatúj lemezünk, Chilli Villi. Na ez az, ami most szépen be lesz töltve. És rendkívül sok csalást fogok elkövetni annak érdekében, hogy a számítógép sebességét visszalassítsam. Mondjuk egy kicsit hihetőbb szintre, jó? Tehát természetesen az SSD mint olyan nem játszik, jó? Helyette idés meghajtóval fogunk dolgozni. Nem akarom túlzásba se vinni, úgyhogy a 40R-es kábelt most nem vesszük elő, hanem a sima 80R-es kábellel fogunk operálni. Remélem tetszik. Már öten néztek? Wow, most vettem észre, már öten néznek. Na. Bezárjuk ezt a erdei hangot. És megnézzük, hogy mi a hiba. Igen. Hát itt semmiféle live-ot nem látunk. Már is nem értem, hogy miért néznek öten, és miért van két lájkom. Hát ezt most nem sikerült megérteni. Nincsen videó itt a videóim listában, tehát valahogy nem látom ezt a dolgot itt megtörténni. Ja, itt van. Jó. Ez azért fontos egyébként, mert a mintem, természetesen ez Linux mintes videó lesz, tehát a magyar közösségnek az oldalára ezt valahogy be kéne posztolni. Ja. Mert különben nem fogják tudni, hogy mi fog itt most velük történni mindjárt.
Atyaj. Hát posztoljuk be a videó live-ot, nem? Itt van a YouTube live. Ja. A megszapazott KDE. Most direkt nem C-vel írom, mert ez egy kultúrát közösség, jó? És különben is el lett nekünk mondva, hogy kicsivel több profizmust kérünk, úgyhogy nincsen C betűs rendszer, nincs. Úgyhogy helyette ilyen jó kis link lesz természetesen ennek a nevét. Így. Na mit írjak be? Jó, így jó lesz. Wow, tiszta kék lett minden, nagyon jó. Jó, azt nem szabad kitölteni, mert akkor bezavarodik. Na, úgyhogy be van posztolva a Linux Mint-nek a hivatalos magyar közösségébe. Itt látjátok. Na, azt vágod, most a YouTube live-on látjátok, hogy a YouTube live-nak a linkjét kiposztoltam. Azért az már nem semmi. Na, ilyen szintű lámaságot. És mivel én vagyok itt a valaki, azért nyomok egy szívecskét, mert de jó. Na, most következik a leállítás. Gyorsan ment, igaz? Természetesen. Ezzel a géppel nem live-ozunk. ez nem fog menni. Ez nem képes arra, hogy live-ozzunk. Úgyhogy módosításokat kell elvégeznünk, ugye az előbb említetteknek megfelelően természetesen. Mindjárt felállítjuk ide ezt a vackotot is. Valami betekintést nyerjetek ebbe az ügybe. Ugyanis egy nagy halomcuccot. Ez jó meleg. Nagy halomcuccot innen most uninstallálunk. Mert például nem kell A, nem kell B, nem kell ez, nem kell az. Egy nagy csomó minden nem fog kelleni. Már is kezdjük a készülék lebontását. Mert hogy itt a videókártyát kihúzni. Hangfalat kikapcsolni. Ó, bakker. Természetesen minden összecsomózódott. Nem baj. Oké, kihúzzuk a videokártyából a kábelt, mint DVI, ugye. Kivesszük magát azt a állatot. Mert hogy őszinte legyek erre, semmi szükségét teszt idején. Szépen kivesszük. Szóval ezzel az állattal nem lehet tesztelni. Azért nem lehet tesztelni, mert az az eredmény, amit ezzel az állattal generálok, hát az nem hiteles, még a saját szemembe se. Úgyhogy megy pihenni. És cserébe betesszük azt a sokkal diszkrétebb, úgynevezett X300-as passzív hűtéses videókártyát, ami az célnak teljesen meg, és ből felel, ide lejjebb, kivesszük belőle a meghajtót, mint SSD, természetesen ez nem játszik, ez felejtés, és van helyette vinyó. Elő kell vennem, úgyhogy amit éppen látunk, az egy igazi nagy régi tégla, természetesen nem a minőség polcáról, hanem a Max-toros polcról, ez még közel sincs a minőség polcához, úgyhogy 20 gigabájtos ilyen, hogy is mondjam, csak egy minimum pakkal fogunk bútolni. Úgyhogy ezt ide rakjuk, szépen ide készítem, és bemutatnám a mesteri kábelt, természetesen ez egy 80L-es, nem tudom mennyire látjátok, remélem látjátok, egy Abit kábel, jó? Azt talán a megbízhatósághoz ad hozzá egy minimális százalékkal. Ja, amit kérdeztek, azt egyelőre nem látom, úgyhogy nagyon ne posztolgassatok semmi hülyeséget. Azok a percek majd később fognak eljönni. Tehát szépen be van tárazva, vinyó belekötve, fú, aztán nagyon igényesen. És fölül ugye nekünk lesz még egy DVD olvasónk, ebben az esetben természetesen. Extra memóriákat kivesszük belőle, az is megy a polcra. Fölülre
Szóval keresem a lassú memóriát, mert a gyorssal nem akarok dolgozni, most már mondt, és van nekem tartalék. A bajom csak az, hogy már nem tudom, hol van. Itt van mi, ugye szereztem a tartalékot, elővettük. Úgyhogy a tartalékból is csak egyetlen egyet fogok belehelyezni. Sajnos nekem a DDR3-asban nincsen ennél kisebb. Úgyhogy teljesen minő fájdalom, meg ilyesmi, de sajnos nekem ennél nincs kisebb. Ez egy 2 gigás DDR3-as. Úgyhogy ennél lejjebb már nem fogok tudni menni, pedig szeretnék. Olvastam valahol ilyen memóriafelezéses trükkről, de hát ezen a vacak alaplapon az nem működik valamilyen. Én számomra teljesen és maradéktalanul értetetlen módon nem működik. Na jó van, ugye látjuk, videókártyát bekötjük, hogy utána nagyon nem kell lecsavarni, mert nem fog ugrálni. Jó, és akkor lemez, ugye, még a lemez, azt még betesszük szépen a helyére. Áram. Oké, alaplap elindul. És akkor meglátjuk, hogy ő mennyivel csendesebb. A zajhoz természetesen a vinyó járul most jelenleg hozzá. A többi alkatrészen nagyon csönd van. Úgyhogy lássuk, mire jutottunk ebből az ügyen. Remélhetőleg. Állítom az állványt. Az állvány nagyon fontos, mert... Na, szóval az állvány fontos, mert ezzel fogtok látni mindent. Jó? Na, így jó? Frankó. Oké, tehát... Ez gyorsan felejtsd el, visszaveszük egy hatra, és természetesen egyetlen magról beszélünk, és a jövő hetet is kikapcsoljuk benne, tehát semmiféle turbobúzt, meg ilyen hülyeségek nem játszanak, jó? Menjünk vissza a memóriára, szépen 800-nál lejjebb nem tudom tenni, ezt most légy szíves, nézzétek el nekem, pedig a 400-as az jobban feküdne, mert az 1.6-oshoz talán a 400-as memória talán jobb lenne, nem? Na, amúgy minden automatában a standardon, tehát nagyon nincsen állítva semmi. És itt van a DVD olvasónk, ugye most író, de persze olvasóként fogja használni, és ez a 20-as kis pici Maxtor dolgozik itt alul. Hát a többi természetesen abszolút irreleváns marhaság. Mondjuk Maxtor, úgyhogy hagyjunk 2-t, mert a türelmi idő a vinyóknak, hát Maxtor esetében nem mondanám valami hatalmas, és akkor lássuk. Jó? Innentől kezdve természetesen bebútol a rendszer, és a DVD lemezről fogunk indulni. Jó? Legalábbis remélem, hamarosan összeszedi magát. Azért kellett szerintem teljesen kikapcsolni magát, mert sebességet váltottunk. Miért nem fókuszál ezt a csávó? Fókuszálja. Szépen oda rá a monitorra. Jó? Oda rá. Ez az. Vagy ráraktam a fókuszt, mi? Na. Tehát CD-ROM. Na, hol a fókusz? Itt van. Na, próbáld már találni a csáró. Jó, itt van. Jó. Tehát, valóban ilyen hullámos, csíkos az egész. Ez a Linux Mint 18-as KDE 64-es, ezt elvileg látjátok. Jó. Ugye start. Innentől kezdve másodpercekben lehet mérni, hogy tölt be. Jó, na gyerünk. 3, 2, 1. Hát itt fölül van egy óra. És... hosszú másodpercek fognak eltelni, mire bármi történik. Annyi előnyünk van, hogy hiába idés, tehát lassú Winchesterrel dolgozunk, a DVD olvasó az SATA 3-as. Ráadásul nem valami olcsó fajta, úgyhogy elvileg ebbe csalás van, a telepítő természetesen nem fog ilyen gyorsan lezajlani mindenkinél. Azoknál, fókusz, oda, ott egy villó vacak. Nem találja a fókuszt a srác, jó van. Valahogy ki lehetett ebbe kapcsolni az autofókusz, de már rohadtul, nem tudom, hogy ja. A jobb oldali nyíl gombot nyomtam meg, ami a numerikus billentyűzet mellett van. Találd már a fókuszt a csávon, ez az. Betűkre fókuszál. Amatőr.
Na mindegy, megvárjuk, amíg több betű összegyűlik, jó? Mert ezek szoktak így halmozódni, ezek a betűk. Megvárjuk, amíg összegyűlik, addig mondok egy pár szót erről a dologról, jó? Tehát a KDE az a Cool Desktop Environment nevezetű csomag. Valamit ide kéne tennem, hogy ne veszíts el állandó jelleggel a fókuszt. Hogy tegyük közelebb, jó? Benne vagytok? Itt a csodálatos virágállványom, ez az, ami most a kameraállvány szerepét tölti be. Na, még mindig nem jó. Mindjárt. Átvarázs meg ide. Na, mit szólsz? Na, most már a fókusz. Szerencsét. Na, még legyen. Na, megtaláltad a fókuszt? Ez az, és megtalálja. Hát ez egy csoda. Megtalálta a fókuszt, nagyon ügyes vagy. De egy instant azonnal el is veszti majdnem. Valószínűleg azért veszti el, mert nem a közepére fókuszálom, a szélére. Úgyhogy most bénázás van egy léptekkel. Ide fókuszálj, jó? Senki nem veszti, ez katasztrófa. Na jó, akkor fogjuk meg, jó? Hát ha attól jobb lesz. Na szóval elvileg minden rendszer helyesen működik. Aztán majd meglátjuk. Hölgyeim, melegszik a készülék nagyon durván. Úgyhogy várunk, jelenleg arra várunk, hogy itt valamiféle csoda történjen. Ja. Nagyon, nagyon durva a fény különbség. Hát jó, ja, akkor még egyszer. Tehát van benne összesen 2 RAM, van benne összesen 1 darab mag, ami 1,6-os, már látunk egy egérkurzort, ami megmozdítható, természetesen. Jó, és 1 darab 20-as Maxtor. Jó? Úgyhogy még egyszer mondom, ilyen csodát nem nagyon kell várni. Jó? A sebesség az real. Nem történik benne semmi csalás. Itt van másik 2 monitor kábel, ide ki van hajintva. Ja. Úgyhogy elvileg várjuk a csodát. Közben mozgatom egy kicsit az egeret, jó, hogy... De ezt mozgásnak érzékeli egyébként szerintetek? Már nem nagyon történik egyelőre még semmi. 1,6-os géppel telepíteni azért nagy ötlet, nem? De nem baj, mert valósághűbb ennél. 17-en néznek jelenleg, wow, kaptam 8 lájkot, oj, de jó. De ne írjatok egyelőre semmit, mert egy szót nem látok semmiből, jó? Összesen még 41 percünk van hátra, amíg a telefon fölrobban. Nem, másik telefonom van, ez nem egy Nexus. Ez ilyen másik fajta készülék. Fogalmam nincs, hogy mit írtok egyelőre, úgyhogy please stand by, jó? Mikor kezdtük a... oda nézés, megy, wow. És ott a gyönyörű, fekete tálca, minden, wow. Nem semmi, sőt, ez már a valami. Villámgyors a hátteret kell cserélni, mert a srác nem találja a fókuszt. Most angol nyelvű, de ezen gyorsan fogunk változtatni, mert ez jó is lesz, oké. Okay. Úgyhogy így hamarabb meg fogja találni a fókuszt remélhetőleg. Na, úgyhogy nagyjából ismerős helyzet vár minket. Alul van egy KDS, mondjuk úgy start menü, természetesen annak más a neve. A kapcsolódás ikon, hangerőszabályzó, képernyőbeállítások, dátum, idő, meg ez az idióta értesítő, hogyha valami történik, akkor egyből lássuk, hogy mi a pálya. Úgyhogy lássuk, hogyan kell telepíteni. Itt van egy olyan feliratunk, hogy install this system permanently to your hard disk. Tehát ezt a rendszert föltelepíteni
a merev lemezre, és természetesen nekünk erre van szükség. Ahhoz képest, hogy most egy live indult el, ez most azoknak mondom, akik rohadtul nem értik, hogy mit lapátolok itt össze. DVD lemezről elindult egy olyan rendszer, ami nem egy élő rendszer, hanem csak úgy DVD lemezről indult. Ez nincsen feltelepítve, de ennek ellenére természetesen egy teljes mértékű operációs rendszer fut, kivéve annyi minusszal, hogy a sudo nem indítható egyelőre. Tehát ezeket úgyis csak a szakemberek értik. Az összes többi program, böngészőtől kezdve minden egyéb vacak azonnal környezetben indul. Jó? Na jó. Most arra várunk, hogy a böngésző elinduljon. 1.6-os Pentium 4-esnek felel meg körülbelül ez a dolog. Megvárjuk, jó? Szépen betölt, és akkor majd utána megyünk tovább. Á, meg is érkezett, köszönjük szépen. Hűha! Hát azt az effektet nem kapkodtad el, idős fiam. Nagyon kicsit nagyítsunk rá, mert nem fogtok látni egy forintot se. Na, úgyhogy, de jó, elindult. Fú, de király, menübár. Na jó, hát ez nagyjából eddig úgy néz ki, mint egy Kál Ubuntu. Meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon lassú a srác. És hogyha én remélem nem vétettem hibát, amikor ezt a lemezt megírtam. Mert akkor szerintem hát tökön szúrom magam. De elvileg minden rendben van. Szóval, a Linux Mintnek a 18-as verzióját látjuk. Tehát ne zavarjon meg senkit, hogy olyan furcsa itt minden. Jó, mert ez a KDE-nek a felülete, ugye emlékszünk, hogy ez a Filstollal rá lett írva. Tehát nyelv, jó? Ez angolul van ideírva, és language, az azt jelenti, hogy nyelv. Tehát amikor meglátja egy alapértelmezett ember, hogy English, akkor az egyértelműen azt jelenti, hogy most nyelvet kéne változtatni, és ilyenkor már M betűvel a magyar azonnal elérhető. Jó? Innentől kezdve minden egyes felirat, ezen az egy ablakon belül már magyar. Jó? Úgyhogy folytatás tovább. Ez a pörgő ikonja is a K Ubuntu-ból érkezett, tehát ez a... ja, ezt mindjárt mondom. Tehát ezek az ikonszettek, amik itt vannak, a K Ubuntu-ból, tehát a KDE Ubuntu-ból vannak átimportálva, ez nem a Linux mindnek a sajátja, természetesen később arra is váltható. Ezzel időt spórolhat a telepítés után, ha a harmadik féltől származó szoftverek feltelepítése a videokártyához, Wi-Fi-hez, Flash, MP3-hoz és egyéb médiákhoz. Ezzel rengeteget lehet spórolni. Természetesen vannak olyan emberek, akik nem szeretik ezt a dolgot. Ja, itt lehet választani, hogy most meg... kicsit lassú a srác, természetesen. Nézzük el neki, mert hát eléggé lassúcska, mindegy. Utána, miután az effekt megszűnik, ez már egész tűrhető. Na, úgyhogy vannak olyan emberek, akik nem szeretik, hogy nekem bármit zártan kell használni, és csak és kizárólag nyílt forrású dolgokat lehet használni. Úgyhogy gyerünk, folytatás. Most felpörög a DVD-lemez, megint olvas egy pár megabájtot, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Utána jönnek a lemezbeállítások, megnézzük, hogy milyen vinyóra akarnak minket telepíteni, milyen rendszerre akarnak telepíteni minket, milyen partíciók vannak rajta, és a felhasználó, tehát most per pillanat én, eldöntheti, hogy mégis merre akar állni arccal, vagy most mellé telepítés, amit mondjuk nem javaslok, vagy a teljes rendszer törlése is, ennek az újnak, ugye, aminek a lemeze bent van, ennek a teljes lemez elfoglalására adunk majd engedélyt. A normálisabb, a magasabb sebességű számítógépeken is itt ennél a résznél egy picit azért várni kell, mire az összes szükséged adatot összegerebézi a rendszer, meglátjuk, mi lesz ebből vajon. Volt egy öreg ember, ő mindig azt mondta, hogy hát, fogpiszkáló fiam, ha el nem rontom. Persze ez egy nagy hülyeség, úgyhogy mondjuk beleúszhatna, hogy őszinte legyek. Az egér mozgatása és az ablak mozgatása között van egy ilyen 1 másodperces szünet. Tehát amikor én az egeret mozgatom, az real time-ban működik. Megfogok egy ablakot, elkezdem rángatni, úgy késik, ez borzasztó. Remélem látni egyébként az egér kurzor és a fejlész használata. Tehát,
hova szeretnél telepíteni a Linux mintet? Ez nem sikerült beírni, mindegy. Tehát kézi. Minden egyes esetben javaslom a kézi telepítést. Ha bármikor valami ilyesmit benyomunk, a számítógép elnézheti a rendelkezésre álló területet és ilyesmi. Jó? Tehát ilyenkor, ebben az esetben, amikor szerencsénk van, ilyenkor természetesen minden egyes funkciót, mint olyan, szabad kézzel kellene beírni, és nem valami bonyolult dolgok ezek. Az új partíció létrehozásánál elsődleges partíció, amin a adataink lesznek. EXT4-et igyekezzünk kiválasztani, lehetőleg a legtöbb helyen, és a PER-jel a csatlakozási pont. Jó? Utána benyomjuk, hogy oké, és így várunk. Azoknak a fejlettebb felhasználóknak, akik szeretik a nagyobb rendet, azoknak a teljes adattár, most visszamegyek ide, hogy ezt kicsit jobban lássuk, tehát van 19,5 giga Linux mintünk, és van 1 GB swapünk, tehát ilyen memória gyorsítószerű valami, érdemes utána nézni, mi az a swap. Nem ekkora lenne a kék, hanem csak ilyen pici, például 8 giga vagy 10 giga, és az összes többi helyen az a csatolmány lenne, hogy per home. A per home könyvtár külön partícióba helyezésével hatalmas előnyök elérhetők, de ez csak a haladók felhasználóknak javaslom, érdemes ennek is utána nézni. És akkor itt alul megnyomtom, hogy telepítés most. Nincs. Igen, természetesen ez abszolút formázás. Be kell jelölni, hogy az EXT4 nem volt kijelölve formázásra, természetesen igaza van a számítógépen. Szóval minden gyalú, biztos? Igen. Na, most halt meg az előző rendszer, akár Windows, akár Macintos, vagy akármi, teljesen mindegy, és már telepítődik az új rendszer. Itt alul ezen a nagyon-nagyon pici csíkon látjuk, hogy nagyjából hogy halad az ügy, itt vannak ilyen kiegészítő információk, amit a felhasználó 90%-a nem ért. Az előző 17.3-asnál legaljától, ugye, tehát innen a bal oldaltól egészen a jobb oldalig tartott ez a csík, és le lehetett nyitni egy ilyen titkos menüt, hogy nagyjából mi az, ami történik, és az valamivel jobban sikerült én szerintem. Szóval Európában vagyunk, magyarországi idő. Igen. De addig menjünk már fel a YouTube-ra, azt nézzük meg, hogy mi a pálya, jó? Természetesen Jazével vásárolja meg ezt a domént, hogy Zutub. Hát ez még nem az Y-os rész, úgyhogy amerikai billentyűről történő szenvedés. Nem baj, mindjárt megoldjuk. Fú, mi az te? Na, mindegy. Szóval, szintén. Ne felejtsük el, azért ilyen lassú a számítógép, mert telepít, egyetlen mag, 1,6 GHz és összesen 2 GB memória a rendelkezésre, és az is csak azért, mert szerencséje van, nincs itthon kisebb. Hát ezt lecsukjuk. Magyar nyelvű billentyűzet, abban a pillanatban, hogy ezt átnyomom, az egész rendszernek a billentyűzetét átállítja, tehát innentől kezdve a helyén van az Y, és ott van az E, ott az Y, és minden a helyén van, tehát nem amerikai billentyűt kapunk, hanem E, A, ezeket a részeket. Például itten nincsen tesztterület, ahol ki lehetne próbálni, hogy az én billentyűzetem most mégis mi a fenét kísérletezik. Jó? Na lássuk, bejelentkeztem a YouTube-ba? Ja, nem. Kos. Nem is jelent meg a szöveg? Semmi. Azért van egy kicsit nagyobb sebessége. Ez egy jó lenne. Természetesen az egész arról szól. Na, jelenj már meg. Na, ez az. Na, úgyhogy az egész arról szól, hogy lassított rendszeren lássuk, hogy hogyan működne például egy 1.6-os rendszer esetében. Össze lehetne szinkronizálni azt a Firefoxot a többivel, de ez most nem fog menni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészben. Kicsit azért lassabban megy a vártnál. Ja, hogy ez nem az én live-om, ez egy másik live. Aha, az nagyon jó. Mondjuk annak örülnék, hogyha a saját live-omnak a linkjét megkapnám. Nem fogom megkapni a linkjét. Rohadtul nem fogom megkapni. Vissza kell mennem a Facebookra, oda is be kell jelentkeznem, és ott a linket meg kell szereznem. Tök jó, nem?
Fogalmam nincs, hogy a YouTube-on nekem hova kell menni ahhoz, hogy a saját live-omat megnézzem, mert ha megnézzük a YouTube-os weblapot, abszolút nem egyértelmű. Jó? Na, hát akkor jelenj már meg, köszönöm. Nem valami rakette. Jó? Fú, haver! Ez kemény. Telepítünk, Facebookozunk, YouTube-ozunk, így real time egyszerre. Úgyhogy itt meg kéne nyílnia egy másik ablaknak itt felül. Ott van mi. Ja, egy raketta, igaz? Egy igazi raketta. Úgyhogy nagyon-nagyon picik a betűk, de ezzel mindjárt majd javítunk természetesen. Fú. Na, úgyhogy itt van a live-unk, mint olyan. Azt inkább bezárjuk, mert nem fogom tudni követni. És akkor meglátjuk a live-ot, mint olyan, hogy hogyan alakul a dolog. Természetesen most nem fogom leterhelni teljes mértékben ezt a dolgot. De sikerült, jó van. Rendkívül sokat dolgozik a srác, úgyhogy ebben az esetben ilyenkor nem tudom mi van. Na, a chatnek elvileg itt kéne megjelennie ezen a részen. Hát majd meglátjuk, mi lesz ebből. Jó? Mert egyelőre nem történik semmi. Jó? Menjünk vissza a telepítőre. A telefon már mindjárt kigyulladt szerintem. Na, 21-en néznek. Wow, de jó. Na, jönnek a kommentek. Úgyhogy a kommenteket igyekszem azért természetesen szemmel tartani. Na. De jó lenne, itt reagálnál valamit, édesem. Azt szeretném elérni, hogy ez az ablak, hogy Linux Mint 18-as, ez a telepítőnek az ablaka, hogy ez fölül legyen, de valahogy ez nem sikerült az előbb. Hol van? Itt van. Jó, oké. Tehát. Na, lássuk a kommenteket. Légy szíves, nézzétek el nekem, hogy most tudok először válaszolni, mert most látom a kommenteket, jó? Na, jobb, ez mi? Új gép lesz, KDA bemutatás. Sziasztok, hely, mit csinál a főnök? Ki a franc az a főnök? KDA bemutatása, igen. Low hardware platform, így ahogy mondod, kedves barátom, mert ez a lényeg az egészben, hogy nem a rakétán kell kipróbálni az üzemanyagot, hanem a lassú gépen. Nagyon Kenny a témát, hát vajat azt nem hoztam, amit Kenny lehet. Te még élsz, de kedvesek ezek. Na, úgyhogy ki használ itt Linuxot még? Hát szerintem a többi. Csak én nézem Windows 10-ről. Hát, haver. Open Source Linux, asztallal, zsivány. Milyen Xperia-val veszi fel, mert élvezhetetlenül sokszor fókuszál. Igen, tudom, de igyekeztem ezt a problémát megoldani. Majd megoldom. Üdv, guten Abend, szépen mondtad. A gyengében kedvére a swap, a lapozó fájl, amely terület a mereglemezzel a RAM megtelte után, menti az adatok a tárolgép sebesség a mereglemeztől függ. Ez csak félig igaz. A teljes igazság az, hogy a swap az rengeteg mindenre használatos, és amikor a memória még meg se telt, és neki az a kényelmesebb, akkor a swap-be fog írni. Érdemes majd ilyen matricákat kitenni az asztalra, hogy a swap memóriát meg a többit figyeljük, mert csodát lehet ott látni, az, az igazság. Na, mi van itt még? Kiegészítő, na, kicsit szerencsétlen, olyan lassú, hogy rendesen meg kell várni, mire legörgözik. Kiegészítő, a swap méretét fizikai memória méretek duplára javasolták méretezni a gyorsabb gépek esetében, igen. A swapnek nagyon érdemes utána nézni, mert nagyon trükkös egy dolog. Jól utána érdemes nézni, mondom még egyszer. Tehát valakinek van ötlete, hogy 10, miért nem veszi fel a TP-Link? Hát, nem tudjuk, ezt majd később. Nem kiforrott, egyszer nekem például az FN gombjait, meg a VGA-t se ismeri fel. Hát, sajnálom, kedves barátom. Oké, eléggé, hogy is van? Igen, a VGA-mat nekem se, de én már a Wi-Fi-vel is beérném. Eléggé így már az Intel i3 Proci 4400 FPS Cségóba Love Graphon. Hát cségózni meg nem Linux-szal kéne. De mindegy, ebben nem menjünk bele, mert ez a vonat nagyon messzire megy. Na, az ön neve. Térjünk vissza ide a telepítős részre. Jó. Másik ujjam mutatom, mert félre fogjátok érteni, melyik ujjamat használom. Na, tehát az ön neve. Na, mit írjak ide, na? Mérjön, hogy Tóth Béla. Vagy mit tudom én. Mondjuk... Nem. Na. Elvileg sikerült a
YouTube-ot visszaállítani. Sajnos túl melegedett a készülék, úgyhogy valami trükköt ki kéne erre találni, hogy nem melegedjen ilyen borzasztó gyorsan. Nem tudom ezt egyelőre, hogy a fenébe tudnám megoldani, majd még dolgozok rajta. Szóval telepítünk egyelőre, és próbálom. Tóth Béla visszatér, az csak egy név, na. Minden szép. Na, meg azok is, akik tagadják, nyugodjában a SteamOS nem is Linux, egyébként de. Mert a SteamOS az egy Linux rendszer, csak, hát hogy is mondjam, csak a tökéletességnek a trolibuszán nem utaztak túl sok megállót. Oh, valahogy így tudnám szépen elmondani, hogy nem sikerült annyira jól. Egyébként az Android Linux, aki még nem tudta, na az így ekkora kamu, kb. Jó? Úgy kellene elképzelni azt az Android Linuxos dolgot, hogy van egy keretrendszer, mint például egy betonozás, egy alapozás, jó? Még örülnék, ha nem fókuszálnál ennyit, mert már megint meg fognak minket szólni. Szóval van egy keretrendszer, ez Linuxos, és ezen a keretrendszeren belül fut a androidos rendszer, jó? Nézzetek utána, mielőtt ilyen hülyeségeket írogattok. Itt várja a vadász, hogy az Androidnak nincs sok köze a Linuxhoz, esetleg kernel szinten valahol a mélyen, hát ez így van, kedves barátom. Az egér kurzor nem nagyon, na, nem nagyon akart reagálni, mert közben telepít, a felhasználó nem fogdossa az egeret, akkor le kell tojni az egészet, úgyhogy... Szeretném az alsó kommentet megolvasni, de ez így most nem fog menni. Mindenképpen egy hatos géppel akartam telepíteni, hogy azt lássuk, hogy vajon mennyi ideig tart, mire föltelepítjük, mennyi ideig tart, mire ez, mennyi ideig tart, mire az. Úgyhogy ismételten nem látom a kommenteket. Wow! Eltekerte lefelé. Hát a király vagy, haver, csak nem ez volt a kérés. Na, oké? Okay. Na. Ez nem fog lemenni, szerintem. Valamiért nem. Na, az Androidnak nincs közel Linuxhoz, esetleg kellene szintén a mélyen valahol. Igen, vagy most mennek a munkába szenvedni, meg buliba is éppen vannak. Hétköznap ez nekik szórakozás. Ez most nagyon nem ide tartozik. Szóval, ha szerversz egy olcsó Windows-os telót, azon lehet manuálisan fókuszálni videózás közben. Nekem is lehet manuálisan fókuszálni, csak amikor live-ot nyomok, akkor itt egy live-os program indul el, és a live-os program az fókuszál, mint a barom. Egyébként nem mindig. Azért nem, mert ha megtalálja a fókuszt, amit itt, azért szétdobált ágy, akkor megtalálja a fókuszt, akkor nem fókuszál állandó jellegre. Jó? Nem fókuszál. De ha elveszti valamiért a fókuszt, mert ő homályt lát, na akkor, akkor fókuszál. Jó? Kicsit megfogom azt a telefonon, olyan borzasztó forró, hogy az valami embertelen. Na, népszerű szoftver, digitál, hát 65%-nál tartunk, plusz-minusz pár százalék. Jó? Hiába, farkas, irány szórakozni neked is, és nem, nekem is. Aha, lol. A Mr. Vicces csávó. A helyzet az, hogy nekem van családom, feleség, gyerek, stb. Jó? És őtőlük vonom el az időt ahhoz, hogy nektek bemutatót tartsak erre a 18-as Linux Mint rendszerre, mert egyik admin se jelentkezett, hogy ők szeretnék ezt megcsinálni helyettem. Ugye ezt a rövid bemutatót én fogom csinálni. Nem tudom mekkora gáz, hát remélem tetszik, vagy nem. Nem tudom, majd a végeredményt meglátjuk, jó? Meg fogjátok látni a saját szemetekkel, hogy egy 1.6-os Pentiumra, körülbelül egy Pentium 4-esnek felel meg, van benne 2 RAM, jó le van lassítva az egész idés kábel, stb. Real time-ban látjátok, hogy az mennyire lassú, mennyire akad, mennyire megy, mennyire nem, jó? Úgyhogy értsétek meg, hogy ez milyen, jó? Itt nekem van egy ventilátorom, és ezt a ventilátort azért tettem, hogy hűtsük a kamerát, jó? Most éppen hűl a kamera, jó? Na, szóval... tartottunk. Lássuk ezeket az okosokat. Tehát, nem lehet beszállni live-ba. Miért nem? Kedves Pók barátom, sajnálom, hogy nem lehet beszállni live-ba, de
Legközelebb csinálunk egy közöset, jó? Azoknak a srácoknak, akik túl későn jöttek, azoknak mondom, hogy ez nem az utolsó live, jó? Tehát lesz majd csinálva egy live, és akkor majd arra azokat a srácokat majd ugyanúgy meghívjuk, és akkor majd velük itt fogunk majd live-ozni, és majd lehet kérdezni, felállni, stb. Az majd jobb lesz, jó? De ez nem mobiltelefonon fog történni, hanem rendesen számítógépen, esetleg webcammal, stb. De azt majd megoldjuk, jó? Az külön. Ez most egy 18-as Linux bemutató. Jó? Most így komolyan. Kidom meg egy új frissítést erre. Na. Törődsz a családdal is, vagy itt live-olsz? Kedves csávó, nem? Ez nem a témához tartozik. A témához az tartozik, hogy miért ilyen rohadt lassú. Igaz? Az tartozik a témához, hogy miért ilyen rohadt lassú. Úgyhogy, most már látom a kommenteket, tehát már ezt is elértük. Na, 75%-nál tartunk, fájlok másolása, úgyhogy nem valami rakéta dolog ez. Meg lehetne esetleg toldani a sebességét, hogy SSD-re írunk, vagy mit tudom én, pendrive-ról telepítünk, amit általában azért nem szoktam javasolni. Jajjaj. Sziasztok, igen, a Linuxot, az abban is a Facebook, YouTube, és mi egymást lehet. Itt van az én Péter barátom. Szia, Peti. Van itt egy csomó olyan emberke, aki igyekszik korrektnek lenni, és egy páran azért, ahogy is mondjam, csak finoman szabutáskodnak. Itt a híres Vine. Természetesen hírhet, mondjuk inkább így. A Vine az arra való, hogy csinál magának egy ilyen minimális ilyen Windows keretet, amiben el tud futtatni Windowsos exe programokat. Úgyhogy, wow. A Kristóf azt kérdezi, hogy Pentiummal SSD-re? What you say? Természetesen nem csak az SSD-t cserélnénk ki, hanem mondjuk fél számítógépet, tehát sokkal gyorsabbra, és egy gyorsabb procival, SSD-vel, stb. Egy több memóriával, egy teljesen komplett gép, hogy is mondjam csak, egy jobb géppel jobb a telepítési eredmény, tehát hamarabb kész van, gyorsabban fölírja, nem kell ennyit várni, nincs ennyi százalék, nem kell közben Facebookozni, YouTube-ozni, hanem úgy kész van a telepítés, enter, ennyi, újraindít, és már megyünk is tovább, lemez meg, megy a polcra. Jó? Úgyhogy nagyjából ennyi. Windows jobb, mint a Linux. Hát, igen, vannak olyan dolgok, amiben a Windows jobb, mint a Linux. Ez kétségtelen. A következő Freedus bemutató legyen. Hát miért? Különben mi lesz? Különben megcsinálod te? Ja, nem. A kapkodás az élet megrontója. Igen, szépen, nyugodtan, megfontoltan. Még van 17 percünk, srácok. Nem fogunk beleférni, csak egy telepítés lesz. Úgyhogy majd nyomok még egy live-ot, és akkor majd bemutatjuk a vizét, magát a programot, jó? Addig gyűjtsétek össze a kérdést, jó? Mert azt írja, hogy 86% a fájlok másolása, és van még 17 percünk, jó? Úgyhogy wow. Na, kész a telepítés, akkor jövünk vissza. Jó, addig ne menjetek sehova. Wow. Az mindegy. Na, az szép volt. Na, szóval mindent lecsukott tálcára. És... Na, szóval újra itt vagyunk, igen. Szóval mindent lecsukott tálcára, és ugye látjuk, hogy akkor újraindítás most. Jó? Úgyhogy, wow. Újraindítás most, nem várunk semmit. Lenyomjuk a gombot, instant. Ezzel a fókusz problémával meg majd én meg fogok küzdeni, jó? Azért ne öljetek meg, érte? Na, 10 néző, egyből hirtelen 10 lett. Na, úgyhogy várunk, mire újraindul az egész rendszer. Várunk türelmesen, persze, még van kb. 16 percünk. Aztán majd meglátjuk, mi lesz ebből. Lehet, hogy kis nyúl. Nem tudjuk. Meglátjuk, jó? Látni. Az egér kurzor egyáltalán nem reagál. Egyébként azt sem tudom, hol van. Egér kurzor nem reagál. Ja, nem reagál semmit, jó. Jó, édesfiam. Tényleg ilyen lassú gépem lenne, azért elgondolkoznék egy hidrolugrásról, vagy ilyesmi. Ezért nem olyan jó ötlet. Régen voltak olyanok, hogy Commodore 64, meg Commodore Plus 4, meg ZX-nek a Spectrum sorozata, hát...
Na, azokra tudnám hasonlítani ezt az 1600-as sebességet. Természetesen a tesztben benne lesz az is, hogy hogy néz ki a KDE Ubuntu egy nagy teljesítményű gépen, tehát ott aztán lesz enged el a hajam, ott minden egyéb funkciót be fogok kapcsolni, nem lesz ilyen lassúskodás, mint ami itt van. Jó, úgyhogy kis türelem, és mindjárt újraindulunk. Wow, és újraindult! Ez az, hát ez mekkora király. Még nem, persze, még csak leállt. És gőzerővel dolgozik az 1.6-os gép. Press Enter. Oké, okay. Enter. Pressed. És újraindul a szisztéma. Elvileg még idén, azaz visszanyomjuk a lemezmeghajtót. Gyönyörű mintás lemezünket elpakoljuk többihöz. Na, úgyhogy indul a boot idő. Az első boot frissen telepített rendszerünkön. Hát, ha van 14 percet, hogy elindulja, elvileg elegendő lesz az idő rá. Addig előveszünk a csodaládát. Na, wow! Mi ez? És lassulja vissza, jó? Lassulja vissza, mert 1,60 engedélyezve. Mi ez a sebesség? Megyél vissza arcodba? Közben természetesen elpakoljuk a lemezt. Ide a többihez. Ugye, megtaláljuk a többi csak. Várj, egy kicsit be van borulva itt minden. Be van borulva, mint az ég. Na, most egyelőre csak ide berakom, majd később elrendezzük. Most úgyis nem ide tartozik a téma. És már is betöltött. Hallod, ez valami. Ide fókuszálj. Jó, ide. Halló. Ciao. Jó, ide. Túl picik a betűk. Na, három darab egyesüket beírtam. A plazma van kijelölve, itt bal oldalt látjátok. De, hogy látjátok. Tehát a plazma van kijelölve, jó? És három darab egyes a jelszó, itt oldalt vannak ilyen csodagombok. Valamilyen okból lesz, most nem látjuk, mindegy. Nem tudom úgy fordítani, hogy lássuk. Na minden, szót lehet kikapcsolni, meg újraindítani, és akkor... Mégis meglátjuk, miféle berendezési tárgy lesz ez. Elég sokat fókuszál, ez nekem se tetszik. De ne aggódjatok, majd meg fogom oldani ezt a ügyet méghozzá gyorsan. Na, 12,5 percünk van hátra. Ja, 19-en néznek éppen. Wow. Így, csinálja így. Majd ezen még dolgozom, mert nekem se nyert el, osztatlan tetszés, és ahol egyfolytában bénázik. Na, hát, befókuszált, jé! Na, ennyi dollat áll fel egy 1.6-oson a Linux Mint 18 sára, KDE 64 bit. Elvileg látjátok, biztos. Tehát ez a rendszer ennyi dollat indul el úgy abszolút real time-ba. Jó? Úgyhogy itt alul vannak majd frissítés, meg egyéb ilyen hasonló dolgok. Ez nem is egy kört. Jó? Szóval ezt egy kicsit félre tesszük, bezárjuk. És fővilágosítja az egészet. Tiszta őrület. Na, elindítjuk a böngészőt. Wow, ez sokkal gyorsabb, mint a egy, kettő, három, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez nagyon lassan ment, idős film. Tehát 10 másodperc kellett hozzá, hogy elinduljon. Az effekteket azokat ne kelljen mondanom, hogy semmi nem működik rendesen. Vágod, ennyit késik. Ide tudom tenni a kezem mind a kettőt, amivel az egeret fogtam. Hogy ne csaljak, ugye? Hogy mennyit késik az egér. Jó? Húzok körbe, ide teszem a két kezem, és még mindig megy, jó? Tehát ennyit késik az effekt. Ez valószínűleg azért van, mert a
videókártya nincsen túlzottan állított magaslatán, de ezzel mindjárt segítünk, jó? Az előző trükkök, ugye, visszamegyünk a Facebookra, elkérjük a saját izénket. Itt lényegesen gyorsabb egyébként, mint a Székesfehérvár felé valaki. Na, gyorsan valaki Székesfehérvár felé. Jó, persze, most nem ügyeskedünk. Megkeressük a videólinket, lássuk a kommenteket, és természetesen külön ablakba megnyitjuk, és így nagyon más dolog nem lesz, jó? Tehát, chat is villámos gyorsan elindul. Na! Ismét látom, hogy mi történik. Miért nem pendrive, picit menjünk vissza, mert ezeket nem láttam. Hol van? Reset gomb nincs. Nincs, azt ellopták. Persze van, csak nem szeretem használni. Hol a francba tartottam? Jó, valahol itt tartottam. Jó? Tehát természetesen most a chat az, ami fontos, hogy őszinte legyek, mert ez az, amiből most mi dolgozunk. Ez az a visszajelzés, amit ti most tudok küldeni. Szóval van egy néző, igen, hát amikor megállt, akkor annyi. A Samsung SSD-k jók? Hát, a régi SSD-kkel nagyon sok panasz volt, az újak állítólag jók, de én már nem próbálok ki egyet se. Az Atom régi, régen megnéznék egy Pupi Linuxot. Hát nézd meg, most én tartalak vissza. Az pedig normális esetben is 20 perc lenne, nem? Mi? De elfelejtitek azt, hogy amikor beírtok valamit, én azt instant nem látom. Jó? Tehát csak így tudok válaszolni. Nekem is Samsung SSD van, 8 percre csökkent az UBI telepítés. Kire? Örülök neki. Vagyok én is, de jó. Hát nem nézitek, hanem csetelek. Oké? Okay? Plusz akik még nem is csetelnek, többen vannak itt, még mindig egy nézőt mutat, mi is csak egyet látunk, igen. Na. Ajánlok a jó filmet, biztos már ismeritek, hát szerb film nagyon érdekes, oké? Okay? Reset gomb nincs, nincsen, ellopták. Persze van. Nálam nem frissíti a rendszert, azért használok Ubuntut. Hm. Ez is egy ötlet, igen. Ha ilyen lassú gépem lenne, nem próbálnék telepíteni KD-et. Ez a lényeg! Ezért készül az a videó, mert ilyen lassú gépre senki nem fog KD-et telepíteni. Inkább XFC-et, meg többit. A videónak az a lényege, hogy mennyire megy gyorsan, mennyire megy lassan. Összehasonlítási alapotok legyen, jó? Ha ilyen lassú gépem lenne, már nem lenne. Így van. Ezt szerintem így tudom mondani. Én csak álmodoztam a KDR-ről. Hát nem javaslom az álmodozást, inkább vásárolj egy normális készüléket. Tehát nem ilyet, egy 1.6-os gépet, hanem simát, jó? Füstöl! Valami kémény lehet szerintem. Aztán nehogy olyan legyen, mint a SteamOS. Hát ne is olyan legyen, mert rengetegen dolgoztak rá, a SteamOS meg egy 10 fős brigát csinálja, nézzetek utána. Jó? Miért nem pendrive-ot telepítesz? Mert az túl gyors lenne és nem hiteles, jó? SteamOS abszolút kudarc. Hát most erre nem tudok reagálni. SteamOS össze van csapva sajnos, hát nem, nincs összecsapva, csak nem volt idejük rá, hogy megcsinálják. És a Valve azt várja, hogy valaki az új játszon. Hát azt mondjuk nem mondanám, egyébként opció, igen. A CLI is megteszi annak, aki várja, 19-en nézik, hát most éppen már 22-en is, de jó. Na, úgyhogy, oké. Okay. De srácok, ennyire nem figyeltetek az előbb? Direkt elmondtam, készüljetek kérdéssel. Erre nem vagytok képesek, hogy kérdésre készüljetek? Jó, akkor frissítés. Mondom, frissítés. Wow! Ne tegye tönkre a számítógépemet! Kezdő felhasználók számára ajánlott. Csak a biztonságos, valamint az operációs rendszer központi értékét nem érintő frissítések jelenítse meg. Ne jelenítse meg azokat, amelyek veszélyeztetik a rendszer stabilitását. Oké, következő. Optimális stabilitás biztonság a legtöbb felhasználónak ez ajánlott. Csak a biztonságos, valamint az operációs rendszer központi részét nem érintő frissítéseket jelenít meg. Mindig jelezze a biztonsági és kernel frissítéseket is, de az nem kötelező. Mindig mindent frissítsen. Na, az aztán pláne nem, ez nem nyerő. Tehát először is ne tegye tönkre, ugye? De volt itt valahol egy olyan ablak, hogy beállítási menü, jó? Tehát most megvárjuk ezt a karikázást, itt felül. Na, így már visszasötétedik. Jó, és csak. Jó? Itt látjuk a hármasokat is bejelölve. Szóval a hármasokat azért nagyon nem javasolnám telepíteni. A hármasokban például a játékok kellene, hogy legyen.
Például, ez miért nem jön lejjebb? Hő! Ez miért nem jön lejjebb? Jé, de érdekes, ezt a csúszómenüt nem tudom lejjebb hozni, tiszta érdekes. Na, szerkesztés, hogy is van? Források, ez nagyon fontos. A szoftver három darab egyes, a szoftver forrásokban mindenképpen be kell állítani, hogy magyar legyen a szerver, ahonnan töltünk, mert itt remélem látjuk, itt amerikai és angol szerver. Jó, tehát ezeket abszolút nem javaslom. Jó, úgy egy kicsit sem. Úgyhogy már is kinézünk egy sokkal gyorsabb szervert, ami elvileg az Energotel. Magyar szerver egyébként nincsen, a tükörben nincs magyar, úgy tudom. A magyar a másikban van. És itt, ahol él, akkor mint az Energotel a elvileg a jónak mondható. Na, itt már van egy rendes magyar. És akkor ezt alkalmaz, benyomjuk a gyorsítótáv frissítését. És innentől kezdve magyar tükörről, illetve Romániában lévő szerverről fogunk majd frissíteni, ami lényegesen közelebb van a tükör szervernek. Pont az a lényege, hogy ne a távoli főszervert terheljük vele, hanem csak egy tükör kiszolgálóval dolgozzunk. Jó? PPA tárolóra amelyikre nagyon nem fontos. Ide kellene a játékokat beletenni, a irodai csomagot, a zenelejátszót, nem tudom, amit szeretnétek PPA-val frissíteni, és akkor természetesen ez is megy ez a kör. Nézzetek utána, mi a fene a... Ja, bocsánat. Nézzetek utána, hogy mi a fene az a PPA beállítás, jó? Szintek. Na hát akkor ez nem biztonságos, jó? De látható a 3-as, jó? A 4-es, 5-ös, hát azt mondjuk legkevésbé sem tudom javasolni, jó? Úgyhogy eltűnik az összes 3-soros pipa, csak a 2-es lesz bepipálva, telepítés, enter, 3 darab 1-es, azt mehetünk tovább, jó? Mondom, 3, köszi. Oké, játékok telepítése. A játékok telepítése az új alkalmazások telepítése gombnál, jó? Természetesen most a 2 így egyszerre fog futni, ami elég le fogja terelni a srácot, de megvárjuk, jó? Megvárjuk. Érdekes, ez gyorsabb. Wow! Ez gyors. Itt csak az egyik kezem tudom kitenni, a másik a legerezek, ugye? Ez gyors. Wow! Ez a tesznek a lényege. Figyelj már, csávó! Nem akarsz esetleg települni? Please! Please, települj! Itt van, 48-as helyett, 49 plusz 1 Linux, elég kicsi a felbontás. Természetesen a videókártyán lehetne trükközni, úgyhogy nagyobb betűket kapcsolok be, leveszem a felbontást, hát akkor jobb lesz. Oké, megszűnt a 2-esek listája, tehát itt már nincsen semmi, csak a 3-as, úgyhogy ezt nyugodtan be lehet zárni. Oké, bezár. Milyen effekteket használ? Fú, na, és akkor jöhet a szoftverek telepítése. Játszunk, ez az, játszunk, még van 2 perc 40, mire lejár ez a dolog. Két dolgot szeretnék megmutatni, az egyik az, hogy az 1.6-os gépen hogyan működik a YouTube, hogy 1024p-be, illetve 1080p Full HD felbontással hogyan lehet videózni. Jó? Rendjel nézek egy kis videót. Ja, igen. Közben nézni kéne a kommenteket, igen. Kérdezni kell, ez nem igaz, ez nem igaz, hogyha megy a Cinnamon, a KDE is fog, ez nem igaz, kedves Ati, mert a KDE-nek meg a Cinnamonnak annyira eltérő a motorja, hogy az egyik szereti, a másik nem szereti. Nagyon sokszor láttam már olyat, a KDE föl se települ, és a Cinnamon meg tök vígan megy rajta, jó? Tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz, jó? Hol van? Ja, kérdezni kell, és nem eszi jobban az aksit? Micsoda? Ha szoktál játszani, azt milyen rendszeren teszed? Ezen hasonlón, jó? Tehát a KDE-nek az egyik hasonló rendszerén. Én feladtam a Linux Mint 18-at, miután frissítés az Ubuntu bootolt be a Linux Mint helyett. Mi van? Mi van? De hiszen most frissítettem, és nem bootol be az Ubuntu. Na, frissítesed a Grubot Linux Mint telepítésnél, Miklós? Szerintem ez jogos kérdés. Az Ati abszolút jogos kérdése. Így van. Én frissítem az Ubuntu és Windows XP lett. Na, hát ez ugyanaz, nem? Azt a mindenit. Na, egy kérdés. A Linuxot kinek ajánlanád? Erre van külön videóm. Jó? Nem, anya mosógépét. Ezt vajon mire válaszolja? Mármint a sima szoftver telepítést, figyelze, Ubuntu-t mellé felraktani, mint egy simítani autósabb utót. Igen. Na, tessék. Ubuntu jól fut benzinkúton nálunk az autópálya matrica kiadónál. Di-di-di-di. Az kész. Na, aztán a GTA, hogy megy ezen a szekeren? Figyelj már, te csökkentett értelmi felfogási módban futó srác.
a GTA 5, mint olyan, az Windows-os játék. Jó? Tehát ezen, direkt meg fogom mutatni, ezen külön Linux-os játékok futnak. Jó? Ha szeretné mindenképpen Windows-os játékot játszani, akkor mit keres a Linuxon? Nem? Tiszta egyszerű. Na, nézzünk ilyet. 60 FPS, 1080p. Természetesen rohadtul akadozni fog, minden baja lesz. Azt most egy picit bepauzáljuk. Ja, megjött Ati 71-85-12, stb. Farkas, a kék csavarhúzod, mennyire idős? Mi az, hogy mennyire idős? Mi van veled? Milyen? Nem értem a kérdést. Oké, kék csavarhúzó, jó? Kérdezzük meg tőle. Figyelj, csavarhúzó, hány éves vagy? Nem mondod semmit. Erről a dologról, mert lejárt az időnk. Összesen egy óránk van, azt légy szíves, nem felejtsétek el, összesen egy óránk van. Összesen egyetlen óránk van, és ezt az egyetlen órát ugye folytatni kell, akkor másik órában megcsináljuk, jó? Haver, nagyon nem tudom, hogy hol van, amit én most keresek. Most ezt persze megállítottuk ezt a másik videót, mert meg kéne keresnem, hogy hol a fenébe vagyok, ezt valahogy nem tudom én mindig. Ja, hát erre esetleg emlékezhetnél is, például az így jó lenne. Ó, haver. Bejelentkeztél egy másik számítógépen, jaj. Na, jó, most van, nem arráskodj, meg kéne keresnem, hogy hol van a live-om, mint olyan. Creator Studio. Elvileg. Mert a live-om, hogyha van valahol, akkor itt van, ugye? Elvileg. Jó lenne, hogy offline. Wow. Az király. Ja, ugye ez az? Ez a másik, ugye? Ez az, na ez az, ez a másik, oké. Okay. Hol a linkje, csávó? Hol a linkje? Itt van, jó van, watch page. Ez az, elvileg, oké. Okay. És ezt a linket ugye be kell tolni a többiekhez. Ide, Facebookra. Ó, bakker. Nem fogják tudni, hogy hol tartunk, úgyhogy ide bekommenteljük. Elvileg így jó lesz, jó? Na, tehát akkor folytassuk ott, ahol az előbb abba hagytuk, jó? Oké, okay, teljes képernyő, és 480p-be ugyanaz a rendszer, jó? 480p. Gyerünk ide az elejére a tigris ásítozáshoz, oké? Okay? Aztán gyerünk. Aha. Hát most körülbelül olyan 15 fps látunk, kicsit kevesebbet. Na, sajnos nem tudom megmérni semmivel, tehát nincsen mérőeszközöm. És 480p-be látjuk most jelenleg a videót, tehát nem valami nagy dobás, de szépen megy. 480p, jó? Következő. Kicsit nagyobb ugrás, ugye 720p az már HD-nak számít. Úgyhogy 720p, ide visszatérünk, az elejére ásítozás. Igen, na ez ilyen 3 fps körülbelül. Néha azért belagol, ilyen 3-5, talán 6 fps látunk. Ez a vége. 720 fps-ben látjuk, vagyis van 720p-ben látjuk 10 fps-t nem elérő teljesítménnyel egy 1.6-os gépet egy X300-as VGA-val, ami Windows-on nem megjátszható szerintem. Hát ez most így 2-3-4 fps-t, tehát nem sok, de nem akadozik, nem laggol, csak hogy megy, azt ennyi. Jó, következő szint, állj meg! Következő szint az 1000, ugye? 1080p, és tekerés körbe, paf, ennyi. Ajajajajaj, na várja vissza az elejére ásítozásra. Természetesen, amikor be kell pufferelni, az internet sebessége az jó, oké? Okay? Hát ez ilyen 1-2 fps, jó? És a kép minősége is inkább ilyen 720p-re hasonlít. De nem, most már jó, most már 1080p, oké. Okay. De 1-2-3 fps-t látunk, és... Na, bepufferelt, úgyhogy most már jó. Na, Full HD. Hölgyeim és uraim, ez egy Full HD-s nézés. Természetesen igazán csalni tudnék, kitenni a Full HD-s tévére a jelet.
Abszolút korrektül, mert most 1050p-n látjuk az 1080p-t összehúzva. Jó? Semmi baj, nem kapunk szívinfarktust, úgyhogy nyomjuk tovább. Jó? Menjünk tovább. 1440p. Mit nekünk egy hatos gép, nem? Gyerünk már haver. Wow. 1440p egy 1.6-os gépen, 2 RAM-mal és idés minyóval. Wow. Hát azért erősen akadozik, tehát 1-2-3 FPS-t látunk, meg ilyesmi. Puffer hogy áll? Ó, hát az azonnal betölt, az jó. Csak az adatfeldolgozás nem megy olyan szuperül. Jó, állj! De meg egész tűrhető volt, bőven tűrhető volt, és akkor most a nagy állat. 4K, 2160. Vissza az ásítós részre, és gyerünk. Itt alul látjuk a puffert, hogy nő, csak nem indul el a videó valamilyen érthetetlen okból. Hát, igen. Igen. Hát ez 1-2 FPS között van valahol. Úgyhogy na, ennyit a teljesítményről, jó, mint YouTube. Természetesen több irányból meg fogjuk ezt a dolgot közelíteni. Oké, ezt akkor megnéztük. Nézzük a másik teljesítménymérőt. Gaming, ugye, mint olyan. Mit tegyünk föl? Hát mondjuk a MaxWist kéne, vagy melyiket. Mit tudom én. Assault Cube. Ja, elfelejtettem mondani, hogy egyetlen monitoron dolgozunk, a másik kettő ki van húzva, természetesen. Úgyhogy, mivel kettőfejes videókártyáról beszélünk, ugye a Assault Cube-ot így fel is telepítjük instant. Az Assault Cube az a jó, hogy reggelire eszi a gépeket, meg ilyen a Nexus Classic is, meg a 0AD is, de azok olyan durvák, hogy szerintem el se indulna ezen a alacsony teljesítményű készüléken. De azért benézzük, persze. Real-time strategy game off, akármi, insta, és akkor lássunk egy képet róla természetesen. Hát ilyen Empire, Age of Empire-szerű valamit kell elképzelni. Jó? Na, lássuk a kommenteket, mert elvileg itt nekem már jött komment. Na, igen, ez a Linux ereje, hogy a szegények Windows-a. De ez nem igaz. De hiszen ez nem is igaz. Na, úgyhogy ezt már 11-en nézik. A két videó természetesen össze lesz ollózva, és lesz ebből egy gyönyörű 2 órás live, amit később természetesen majd ki lesz forva ez a technika, hogy milyen módszerre fogom majd live-ot nyomni, jó? Hol vannak a kérdések? Egy darabot nem látok. Ezt próbált ki, semmit. Egyszerűen nem látok semmit. Jó? Semmit. Na, egy hátralévő művelet, 0AD telepítése. Ajjajaj. Hát akkor a másik, az Assault Cube, az már kész is van, úgyhogy alkalmazások, játékok. Wow. Assault Cube. Az Assault Cube-ot kifejezetten csak erősebb gépekre tudom javasolni, ez pedig nem az. Assault Cube betöltése. Wow. Annyit még elmondanék erről a játékról, hogy a három monitort így instant azonnal észreveszi, és természetesen be is állítja megfelelő felbontást, minden, úgyhogy abszolút profi ügyből van szó. Itt beírjuk a megfelelő értéket, és egyből már is történik valami kevés csoda. Oké. Okay. Mouse 3, hát 6. Jó. Először szörnyű. Jó. Oké. Okay. Ja, ugye ez full screen? Wow. Szerintem nem úgy néz ki, mint a full screen, van már. Beállítás. Videó. Figyelj már, csáó. Azt mondtam full screen, nem? Na, hold már meg. Nehogy már csalódnom kelljen benned. Na, ez full screen. 1024x768-ot látunk. Borzasztó részletességgel, tehát nulla részletességgel látjuk ezt az egész. Mindjárt. Most félborult az állányom. Úgyhogy szörnyű részletességgel.
játék. Természetesen a játék kivitelezése, illetve a grafikája bőven hagy kívánni maga után, tehát a textúra, mint olyan, nem jellemző a számítógépre, és látjuk, hogy 38 FPS-sel, talán 40 FPS-sel dolgozik a gép, és abban az esetben, hogyha esetleg beletelepítenénk még számítógépes ellenfeleket, botokat, akkor ez a teljesítmény természetesen tovább romlik. Ja, úgyhogy lássuk. Egy játékos, közepes, és akkor mit tudom én, 12 játékos, melyik pályán hát? Ja, itt nincs kép. Itt kéne kép legyen, hogy melyik pályának egy ilyen képe, az most nincs itt valami okból. Sunset. Úgyhogy standby, 12 játékossal elindul a játék. Természetesen ez nem homályos, ez ennek a buta kamerának az oka, jó? Ez teljesen tűéles kép. Na, úgyhogy 20 FPS, úgy elkiabáltam. Szóval atomlaggokkal 20 FPS-sel elindult a játék. 30 FPS. Most 38-40 körül van. És hát a textúrára tényleg. Tehát szavatok ne legyen, jó? Egy szót nem akarok hallani. Mindenféle részletességgel aztán. Fú, haver. Szóval nem egyszerű. Jó, mi van itt még? Na, szavatok. Nem lehet egy eldobott újságpapír. Na, úgyhogy újra. Settings. Azt most hirtelen nem tudom. Na, próbáljuk így. Ja, 1020x705? Aha. 1024x768, nem? És teljesen fullon, jó? Teljesen fullon. Oké. Okay. Apply. És akkor 1024x768, fullon, ugyanaz a játék, ugyanaz a pálya, ugyanazokkal a botokkal, és meglátjuk, 30 FPS lesz-e vajon, vagy nem lesz. Az 1024x768, ez egy általános felbontás, elvileg összes monitor tudja, betöltési idő egy kicsit megnyúlt. Most már tényleg kell textúrákkal dolgozzon szegény X300-as videokártyánk. Ez most what kind of felbontás, tehát? Wow. Viszont 40 FPS. Árnyéka van a manusznak, textúrák teljesen hibátlanok, azonban nem jó felbontás, valami hiba van. Ez mi? 1024x427? Hé! 7, 68. Enter. Ezt nem értem. Ez miért lett ilyen kicsi? Ezt nem értem. Wow, ez valami bug lehetett, vagy ilyesmi. Nem tudom, miért ilyen borzasztó homályos egyébként a kép. Van egy ötletem. Na, így se jobb. Na, most már jobban működik. Ugyanúgy 40 FPS látunk, semmiféle változás nincs. 30. Ugyanúgy 30 FPS, teljesen hibátlan, nem laggol, és fullon van a grafika, ugye ez szem. Wow! Wow! Ez mi volt, kedves drága barátom? Visszaváltott a felbontás. Hát ezt élőben látom, nem hiszek a szememnek. Várjál. Azt kéne, hogy... Itt van egy olyan, hogy Advanced Video Settings. És FPS Range. Tehát az azt jelenti, hogy mennyi sebessége legyen a gépnek. És legyen 60 FPS. Apply. De szerintem ugyanúgy vékony csík lesz. Így van, mert pici. És... Na jó, akkor menjünk nagy felbontásra, jó? 1680x1050. Ez ennek a monitornak a felbontása, és a legnagyobb felbontás, a legnagyobb részletességben van kapcsolva. Na, erre mit lépsz, te csávó? Kicsit nagyobb lett a szöveg, és nem teljes képernyő, természetesen. 1680x985. Miért teszel keretet? 1000. Én nem értem egyszerűen. Jó, hagyjuk így, mert megint meg fog változni. Hagyjuk így. Na, viszont most 15 FPS-ünk van. 15 nyomvadék FPS. Természetesen a kép minőségre igazán nem lehet panasz. Viszont így nagyon nem lehet játszani, hogy ez az igazság. Minden mondjuk föl kéne mászni. Igen. Tehát erre. Ez egész tűrhető. Jó? Viszont ez már nem.
Ez viszont nem. Jó? Tehát ezt lehet elviselni egy 6-os gép esetén, ami X300-assal van szerelve. Jó? Tehát nagyjából ez a teljesítmény. Szerintem bőven megfelel, beállítod mondjuk a felbontást valami másra, és már is egyből menni fog minden. Jó? Lelőttek! Na jó, adjuk. Tehát teljesítményt tesznek. Ez egész tűrhető volt. Oké, visszatérve a Linux mintre, menjünk ide-vissza, ide. Oké. Marha nagy. Bocs, rendszer... Na, menjünk vissza. Jó, Windows-a, igen. Mi a videókártya, S3 Trio vagy Antillas? Biztos, kedves barátom, te biztos nem voltál itt az előzőekben. Mert elmondtam, hogy az Antillas-t nem lehet bevetni egy lassú procival. Úgyhogy most természetesen a lassú procihoz illő videókártya van benne, ami egy X300-as passzív hűtésű. Hát nem egy holdrakéta, jó? Na, hát ezt valahogy így kell elképzelni, jó? Itt van benne, ő dolgozta ezt az egész addigieket, jó? Van benne összesen 2 darab RAM, mint gigabyte, ugye? És a csodamaxtorunk, ugye, mondhatnám, csodamaxtor, jó? Na ennyi az egész felszereltség a gépnek jelenleg. Mondjuk a hangot bekapcsolhatnám. Ja. Na, úgyhogy majd lesz valami hang, akkor majd megnézzük. Úgyhogy lássuk a többi kérdést. Már nem hiszem, hogy tettetek. Na, szerintem integrált? Nem. Rendszerfigyelőt? Oké. Okay. Hogyan kell rendszerfigyelőt keresni? Meg kell várni, amíg a Vinyó feldolgozza ezt a dolgot, jó? Melyiket szeretnéd? Infocenter vagy Sysgard? Mondjuk nyissuk majd mind a kettőt. Várunk. Már rákattintottam, úgyhogy most várunk. Jó? Várunk. Egy hatos gép, várunk. Na, tessék. KDE Plasma 565, KDE Frameworks 523, Qt 551, Rendszermag 44, ez a kernel természetesen. OS típus 64 bit, 2 RAM. Menjünk a memóriára. Energiatermelési. Na, tessék. 98 MB szabad. Használt lapozási terület 9%. Jó? Lemezgyorsító 30. Szabad fizikai memória 4%. Jó? Egy diszkrét játék után. Jó? Így néz ki. Jó? Úgyhogy, wow. Így néz ki, jó? Ez a memória használat. Oké. Okay. Légy szíves, ne felejtsétek el, hogy az előbb játszottunk, jó? És a játéknak egy csomó minden elvileg ki kellett volna ürüljön a rendszer memóriába. Na jó, van grafikai jellemzők, hát mondjuk ez nem sok lesz. Böngésző, swapper, melyik mennyit fogyaszt? Ugye most ez az az ablak, hogy a VEM böngésző azért felét nagyjából leveszi a szálnak, mert nem tudom minek, mindegy. Oké? Okay. Integrált, bocs, rendszerfigyelőt, marha nagy, te gépedez. Hát ilyet még nem láttam, versengő lesz, az mi? Neked megvan már a Global Elite? Az micsoda, az is valami játék. Üdv mindenkinek, ha a szélesávú film, lehet szélesávú játék is, ennyi. Ennyi, tehát teljesen logikus. Rás B, na ez egy nagyon szép ötlet volt, igen. Mit csinálsz itt szombat este? Ja, értem, mintet tesztelsz. Igen, kedves barátom, örülök, hogy itt vagy te is. Mintet tesztelek, de aztán ma megyek aludni, mert 10:30 van mindjárt. Ezt becsukom. És akkor lássuk a többit, grafikai jellemzők. Mondjuk annak meg kellett volna nyílnia. OpenGL. A rendszermag modul ismeretlen. De ezt megmutatjuk. Tessék. Ja. Ez egy R300-as magú X300-as izé, ami RV350-es maggal megy. Ismeretlen mind a jövő hét is. Természetesen az OpenGL kiterjesztéseket, majd ezeket most nem nagyon fogom basztatni, mert teljesen fölösleges. 2.1-es OpenGL tud. Ez azért lesz egyébként majd fontos, hogy hányas OpenGL tud, mert van nekünk olyan, hogy rendszerbeállítások,
És a rendszer beállításokban, ezt mindjárt lejjebb hozom, ott van olyan, hogy asztali effektek, ezt mindjárt bekapcsoljuk. Asztalok száma 2. Jó, kicsit nagyobbra kéne nyitni ezt a vackot, mert nem fog látni egy szót se. Animáció kocka, jó, alkalmazza. Na, hát ez tényleg jó kocka volt, komolyan, oké. Körkörös nem, asztalok. Ja, majd megnézzük mi ezt. Na, összes effekt. Hát nagyjából a talán kétharmadát nem ismeri a videókártya, úgyhogy ez teljesen hiába van bejelölve. Áttetszőséget tudja, animáció, ablak, morphing, pop-ups, minden hardware, lényegpercő, fokozatos, felbújra, egérnyom, visszatekintő bejelentés. Ezek mind azok az effektek, amiket egy alapból bejelöl a rendszer, tehát én nem jelöltem be. Inaktív ablakok, szürkébe, képkocka számláló, az abszolút nem hiteles. Egérkövetés, kattintó, elvágyulóváltás. Figyelj már! A virtuális asztalok közötti animáció vagy dia, vagy elhalványoló. Tehát kocka az itt nincs is. Ezt így ellopták kb. Nincsen. Na, a munkaterület, jó. Képernyőszélek. Na, akkor a bal felső poppá. Asztal kocka egy kicsit. Kiszürkült a srác. Tehát nincs. Nem is kijelölhető valamilyen okból. Képernyő lezárása, a virtuális asztal 2. Váltás kockával, azt valahogy nem láttuk működni. Aktivitások. Jó, menjünk vissza az összesre. Ja, all settings. A beállítások mellett. Tehát nem az összes beállítás kéne legyen itt. Fú, ez a csávó. Asztali téma. Ez a megjelenés. Ez a megjelenés, fekete ablak. Ez király. Na, asztali téma, ez ilyen legyen. Kurzor téma, itt lehet visszaváltani az eredetire. Jó, oké. Hát, ha esetleg ezt a másik fajta kurzort jobban szeretitek. Még jó lenne megváltozni, mert átállítottam erre a nagy fehérre, de... Nem reagálta túl, azt kell mondjam. Nyitóképernyő semmi. Szerintem a videókártya most nagyon-nagyon nem akar működni. Asztali működés, ablak kezelése, fókuszálás, alapszabályok, feladatváltó, ez nem az. Azt próbálom megkeresni, hogy hol a fenébe van a... az asztalváltó kockának működnie kéne. Beviteli eszközök, multimédia, energiaköz, eszközművel, fényképezőgép, nyomtató, KDR csatlakozás. A KDR csatlakozást a KDR eszközökkel lehet elérni, például Androidra van KDR Connect. Mint olyan, azt érdemes majd megnézni. Na, mi van itt még? Na, asztali témát azt megnéztük, szín az a monitor színe, betűtípus, ikonok, alkalmazás megjelenés, asztali működés. Itt kéne egyébként legyen, de valahogy nem akarta ezt a dolgot megoldani. Kirajzolt, halványított, inaktív ablak, visszacsúszó ablak, bele, egérnyom, felbukkanás, fokozatos átmenet, kijelent, képernyőszél, maximalizás, morfing, áttetszőség, dia. Nem látom, hogy hol van a többi dolog, mint olyan. Tehát nincs asztalrács kocka, nincs kocka, mint olyan. Tehát... Fú, haver. Nem tudom, miért szürke. Tehát fogalmam sincs, mert a váltásnál itt a virtuális asztal váltásán a kockát jelöltem ki. És nem értem, hogy miért szürke. Tehát nem értem. Ott kéne bejelölnöm például azt is, hogy OpenGL. És nem. Ő nem. Gyanítom egyébként tényleg a videókártya tehet róla. Ablakezés, bűnöti, indítás, keresés, felhasználói fél, területi, notifikációs alkalmazások, online fiókok, beállítások, de ez a hálózatra vonatkozik, hogy proxival vagy híd kapcsolatban minden vacakkal mész fel. Bluetooth meg nincsen. Tehát ebbe az asztali gépbe itt nincsen Bluetooth. Beviteli eszközök, ki az a monitor? Hát, jó. Tök jó. Összeállító. Wow, ide néz. Na, mit találtam? Nagyítási mód, sima. Render, OpenGL 2, és szakadás, így, csak megjelenik a ablakokról, színjavítás, oké, alkalmaz. Ez az, OpenGL. Gyerünk. És ilyenkor meg kéne jelenjen egy oké vagy nem oké felirat, jó lenne.
gyorsan, csak a teljes kérdő bedelgálva. Jó. De elvileg működik, nem? Elvileg jó lesz. Ja, az animális sebesség mindenre vonatkozik, például erre is. Jó, hogy ez milyen lassan tűnik el, jön elő, stb. Jó? Nem, ez még mindig nem görgőzik. Menjünk vissza ide. És... azt a váltókocka. És nem engedi oda. Nem enged valami. Valamiban van. Nem tudom megforgatni az asztalt 3D-be. Pedig most már OpenGL. Megkaptuk a két asztalt, ugye itt az egyes, itt a kettes asztal, és ezek között az asztalok között gombnyomással is lehet választani. Jó. Most ilyen összetesszük ezt a lackot. Azért volt a kezemben, hogy hűtsem egy kicsit. Jó. Nézzük ezeket. Nincs Bluetooth, KDN-nek felépített effektje, KDN-ben benne van egy csomó minden. Igen. Lehet okosabb a Linux, mint te, és mivel érzik, hogy Vidigari nem tudja, ezért nem csinálja. Ennyi. Nézd már a kommentet, igen, néztem. Nem mindig jövök ide-vissza, jó, mert ezeket a kommenteket most nézem meg. Compiz. Hát föl kéne telepíteni a Compizt külön, de ebbe alapból benne van egy ilyen effektvezérlő, és a Compizzal nem érdemes egyébként belevacakolni. Igen, itt is írja, hogy a Compiz nem a KDR-re van. Az az Ubuntu-ra, a Gnome-ra, meg a Unity-ra, meg ezekre a dolgokra van. Van több ablakos mód. Ez valahogy nem értem ezt a kérdést, hogy több ablakos mód, az most valahogy nekem nem jött. Tehát a több képernyőt tudja, de a videokártya az úgy belassul tőle, hogy borzasztó, mert tudni tudja, csak nem megy. Természetesen lassú képet tesztelünk, nehogy elfelejtsétek. Később majd lesz egy olyan teszt is, amikor elengedem itt a hajamat, azt majd megmutatjuk, hogy mi lesz. Haver, már jött annyi komment, mint a rohadás. Oké, lássuk a másik játékot, a 0AD-t. Az direkt azért tettem, hogy hát ha azért picit le, hogy is mondják ezt finoman, majd leterheli. Ja. Igen, köszönjük, hogy telepítetted, de jó, és hát ez legközelebb már nem olyan fontos. Teljesen magyar nyelvű játék, elvileg. Ja. Egy játékos, játszma, betöltő ablak, hülye vagy SSD, nem is láttam még ilyet. Jó. Csata, tengeri, mit tudom én, valahogy így, és normál, nincs, népesség nincs, felderített, felfedezett, zárócsapat, minden, oké, enter, játék kezdése. Hú, haver, betöltés fölül, és akkor meglátjuk, mi lesz ebből az egészből. Ja, van hangja a játéknak, tehát zene. Ez a zenéje, most amit hallunk. Jó? Nagyon hang, de van. 100% betöltésnél ülünk már egy perce. Ó, hangerőszabályzó. Észrevette, hogy próbáltam hangerőt növelni. Nagyon jó. Ez kevesebb, mint egy FPS. Ez nem fog menni. Ez nem fog menni, haver. Hát meg sem bírom mozdítani. Ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Ez nem fog menni. Ez így áll, ahogy most van. De a menüt ki tudom jelölni, azért az már valami, és akkor kilépés, jó? Tehát ez tényleg nem erre való. Fú, haver. Meg jó, hogy kipróbál. Jó a zenéje, mi? Meg egy Two Steps from Hell-t azért berakadtak volna. Mindegy. Jó lesz ez. Na, következő. Mi az, amit kipróbáljak még? Még van fél óránk. Én még meg kell várni, míg leáll. Nem érted? Tök jó. Na. Oké. Vissza ide. Hát mondjuk 0AD elég proci és vélem központú. Hát ezt most láttuk, igen.
Ahhoz képest elég szép. Egyre mondjuk 4 ablak az asztalon. Jó, próbáljuk ki a több ablakos rendszert, tehát az azt jelenti, hogy több ablakot mozdítunk meg, illetve rángatunk elő a semmiből. Ablakkezelő. Dolphin fájkezelő, természetesen ezt ide le is rángatjuk hirtelen történő felindulásból valahova ide. Jó. Oké. Tehát elvileg. Most kész, így megállt egy pillanatra. Oké, megjelent itt alul a fájkezelő, tehát itt van a fájkezelő, ahol raktam. Itt a szoftverkezelő, 0AD. Mondhatnátok javaslatot, hogy mi az, amivel ki kéne még próbáljam, mert természetesen ez még mindig nyitva van. Fájkezelő, mit tudom én, valami rendszer applikációt így megnyitunk, például a, mit tudom én, mi legyen, mondjuk rendszermonitor, hogy lássuk, hogy mennyit fogyaszt, meg mit fogyaszt, meg mi van. Megnyílt végre izé, a rendszermonitor, a Dolphin, meg mit tudom még a böngészőt ide mellé nyitjuk, valahol ide alulra. Jó, hát ez most ilyen vacak lett, most erre nem nagyon figyeljetek. Oké, és akkor itt van 4 ablakos rendszer, tessék. Wow, egy monitoron kell elférnünk, tehát most nagyjából így kell elképzelni ezt a dolgot. És wow, az kemény. Na, pillanat, ezt még jobban megnézzük. 3 másodperc. Ja, a rendszerterhelés minél lassabbra veszed, tehát 3 másodpercenként vesz egy adatot, az annál pontosabb. Ha minden fél másodpercben vesz egy adatot, akkor föl fog menni a terhelés, annak ellenére, hogy nincsen terhelés a gépen, erre figyeljetek oda, jó? Tehát 3% leterheltség, 13% memória, az majdnem egy gigát megeszik. Hogy is van, 0,1-et eszik a 1 gigából a swapből, memóriából 1,2-t megevett a 2 gigából, adatküldés, fogadás, az mondjuk annyira nem fontos. Folyamatlistát látjátok, hogy a SysGuard, meg a Facebook, meg a Firefox vezeti a listát, a többi nagyon nem rúg labdába ezen a téren. Akkor van még ez a KDE-nek ez a saját sejje, ez a plazma. Elvileg így kéne álljon, és akkor leterheltség szerint van listázva az a dolog. Ezt látjátok, jó? Visszatérünk ide, hogy milyen a rendszerterhelés. Itt a végén már kezd egy kicsit normalizálódni ez a dolog. Ez természetesen akkor nem igaz, hogyha ezt ide félrehúzom, jó? Természetesen fogjátok látni a frissítést, meg egyéb ilyen dolgokat. Nem laggol, mondom, nem laggol. Teljesen jól működik, oké. Szoftverkezelőbe írjatok valamit, hogy mi a francot telepítsek, jó? Wow, azt a sárgát láttátok? Fú, ez király volt. Már ezt arrébb rakom ezt a másikat, egy kicsit még, valahogy így. De még bőven látható legyen. Látható olyan? Hát ezt picit feljebb rakjuk, így, és akkor lehet látni ezt a narancssárga részt. Jó. Ahhoz képest elég szép, erre mondjuk 4 ablak az asztalon. Igen, hát mondjuk 0AD, elég proci, hát mondjuk, jó, oké. Super Tux Kart, Open Arena. Az Open Arena az simán menni fog. A Super Tux Kart az eleve lassú gépekre lett tervezve, úgyhogy nem egy kihívás, jó? Tehát ez nem fog leterhelni semmit. Az Open Arena-ban meg lehet módosítani a képernyő méretét, tehát hogy a képernyő belül mekkora legyen a játéktér, ilyen picire is vissza lehet venni. Ugye ez nem lesz valami nagy kifogás. A Super Tux Kart az nem fog nagy kárt okozni, azt föl se teszem, teljesen felesleges. Nézzük meg a terhelés változását a telepítés indításakor, jó? Tehát természetesen itt azonnal jelentkezett egy ilyen ellipszis görbe. Na, oké. Sauerbraten. Hát, a fene tudja. Most kipróbáljuk az Open Arena-t, azt utána meglátjuk, hogy lesz ebből a többi dologból. Még 19%, 20. Még csak a letöltésnél tartunk, ugye 50%-ig tölt le, és az 50%-tól már a telepítés történik. Aztán érdekesen alakul ez a rész, mindent a telepítést elkezdtük. Cube 2. Hát, azt szerintem... Aj, haver. Jó, ezeket mindjárt megnézzük, jó? Mindjárt megnézzük. És ahhoz képest, hogy ez így megy, ez teljesen hibátlan, hogy őszinte legyen. Teljesen hibátlan. Hát, ez teljesen jó. Örülök neki. Most már jól néz ki ez a fűrész itt, nem? Azzal már fát lehet vágni, szerintem. Oké, ezt lecsukjuk.
Még ezt sem nagyon használom, mert természetesen egy új telepítésről van szó, úgyhogy ez az összes könyvtár itt teljesen üres, hogy őszinte legyek. Ja, következő. Az asztal, az miért nem a háttérképnek egy pici nyitott változata? Például tök jó ötlet lenne, nem? Hogy itt az a háttérkép lenne, ami az én háttérképem, így picibe. Nem tartana sokba, hogy őszinte legyek. Na, oké. Okay. Rendszer, ó, rendszer monitor, de szépen néz ki, nem? EKG viszint. Wow. Ez a Open Arena letöltése. Nem tudom, látjátok egyáltalán? Open Arena, itt van. Open Arena letöltése, telepítése. Szóval vicces, jó? Most éppen a telepítés történik, úgyhogy nem a 088-as, ne kötekedjetek. Arra nem voltak képesek, hogy a 088-as betegyék a tárolóba. Ez most tényleg nem fontos. Nagy különbség a 85-ös meg 8-as között, ami nincsen. Standby. Jó, most akkor majd ugye megoldjuk. De jól néz ki egyébként ez a viszintes LKG, meg a Open Arena-nak a púpja. Ne kell várni, amíg kész van, és akkor majd utána lesz Kube 2, meg mit tudom én. Ja, közben egyetlen telepítőlemezt nem vettem elő. Egyetlen vakarózás nem történt, minden az internet. Hát ez de jó. Az a telefonhőmérsékletek kell valamit kezdeni. Na, úgyhogy Open Arena fő van telepítve. Mindjárt vissza kéne essen a fogyasztás. Ez az. Wow! A zuhanás! Ez az. Na, nem baj. Nem fog ez sokáig zuhangatni. Elindítjuk a Open Arenát, és akkor ez majd mindjárt visszakúszik az eredeti helyére. Úgyhogy lássuk. Hopp, ez már mászik is vissza. Megnyitom az Open Arenát, visszamászik. Nagyon jó. Ajajajajaj. Na jó, ez nem vicces. Kicsit lealkítom, mert ez nem vicces. Ja, nem. Először is nem. Setup. Player. Jó, ez nem kell. Más se kell. System. Jó. De nem, benyomjuk high-ra, nem viccelünk. Jó. Van. Oké. Okay. Többi az elvileg, jó? Jó ez. Oké. Okay. Tehát. Most megint itt vissza fog kanyarodni. És akkor majd meglátjuk, mi lesz. Ha egyáltalán elindul. Mondjuk jó lenne elindulna. Hát ez megállt, haver. Úgy frankon. Ezért csodálkozom már, azért ki nem menjen már. Kösz, ennyi. Ennyi. Ez kész. Kész, meg. És nem a telefon adta föl. Ez semmi. Halló. Ez szerintem feladta a proci. Engem itt bántanak, segítség. Nem lók az, nem? Semmi. Ez ennyi. Kívánok egy reszetet, aztán meglátjuk, mi lesz ebből. Reszet benyomva. Fú, haver. Még van 23 percünk. Állj! Tehát. Ez az, amit végig láttunk. Intel i7 1.6-tal. Jó? És van benne 800 MHz-es 2 giga RAM. Jó? Tovább. Úgyhogy tényleg vissza van lassítva, de úgy full. Ugye természetesen ennek az eredményét láttuk. Úgyhogy wow. Quake 3-nál megállt a tudomány. Hagyjatok békén, ne bántsatok! Vagy valami ilyesmi. Miért ilyen rohadt homályos? Örülnék, ráfókuszálnál, köszi. Jó megy az idő, mi? Wow. Ez vajon mi volt? Ezt nem tudjuk. Hát, drága barátom, töltsé már be. Nem valami stabil rendszer, ahogy látom. Így játéktól kiakad. Ne felejtsük el, hogy ez tényleg vissza van butítva. Tehát olyan szinten le van lassítva, hogy
ez valami embertől. Valami embertalan, tehát nagyon, nagyon visszavallasítva. A következő videó az majd arról fog szólni, hogy amikor mindenben van kapcsolva, az összes mag megkapja az antilleszt, akkor az megvadul. Mert nagy teljesítményű gépekre van tervezve, nem ilyen vacakra. Viszont az egér kurzolomat megkaptam, ez már nagy fehér. Ha-ha-ha, tiszta jó, nem? Megkaptam a nagy fehér egér kurzolót, és akkor de jó. Jobban jártam volna egyébként, fölveszem videóra és csá. Már azt lehet, hogy többen nézitek meg. Az az esti live, ez nem volt olyan jó ötlet, mert senki nem kérdezett semmit. Egy-két játékot javasoltatok. Ez így vége. Na, megjött az ablak. De jó, haha. Nagyon jó. Köszönjük. És hol van az alsó menüsorom? He, itt hiányzik valami. Na azért. Na, tehát. Hát akkor rendszerterelés. Na ezt figyeld. Rend. Na haver, ezt figyeld. Mi a különbség a újraindított verzió és a sima verzió között? Ezt figyeld. Nulla négyet eszik a memóriából, és semmit nem eszik a swapből. Ja? Fölül látjuk a procit, 0-0, esetleg 2%, és ennyi. Jó? Na ennyit számít az újraindítás, a lapozási és a általános memória használat. Na milyen? Érdekes, nem? És hogyha KDA-től te elmered venni a swap-et, úgy telepített fel, hogy nincsen swap, hát akkor nézd meg magad. Úgy teleírja a memóriát, hogy kiakadt tőle az egész rendszer. Elfogy a memória és megáll. Ide középre egy ilyen memória használati csíkot érdemes tenni, mert amikor kezd megtele memória, érdemes újraindítani. Annyira durva, hogyha a swap-et nem telepített fel. Ez akkor gáz, hogyha csak SSD-t van, mert egy laptoppal dolgozó, és arra meg amúgy sem javasolt a swap telepítése, úgyhogy... Úgyhogy wow. Úgyhogy setup, ismételten, rendszer. Igyekszem gyorsan átállítani mindent, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz ebben. Jó? Érdekes, egyből elindult. Wow, ne érdekes, nem? Na, a rendszer beállításnál látjuk egy 1680x1050, tehát minden jól működik. Single player, skirm is, tehát nem fog... Ó, akadozik a kurzor. Wow. Természetesen ez a mozgó háttér miatt van, hogy akadozik a kurzor. A játék közben ez már biztos nem lesz. Jó. Slimefack. Hogy van? Hogy a fenében van? Ja, így van, igen. Így. Tehát teleraktam bottal a pályát, és akkor lássuk a betöltési időt, lássuk a fegyvereket, mindent. Wow, azért rendesen meg kell várni külön az emberkéket, mire betölti. Spektrálni fogunk, tehát nem veszünk részt a lődözésbe. Grafikára nem lehet panasz, tehát teljesen hibátlannak tűnik így első blikre. Benézünk valami nagyobb területre. A nagyobb terület az azért fontos, mert nagyobb a látótáv, kisebb a teljesítmény. Beívjuk a konzolt, és... Így. Tehát, CG Drive PS1. Ja? Oké. Visszaveszünk a konzolt, és már is látjuk a kiemelkedően magas FPS teljesítményt. Ja? Ne felejtsük el, hogy... Ez egy fullos felbontású 1080x1050-es játék, ahol az összes bot slot ki van töltve, tehát tele van bottal, tehát rengeteg játékos van, jó? És ezek mind egymást ölik, jó? Mi meg csak simán standby nézzük, hogy mi a pálya, 14 FPS-sel. Ha levesszük a felbontást, természetesen radikál változik a dolog, jó? Vegyük le a felbontást, rendszer, és... váltsunk a kevésbé diszkrét 640x480-as felbontásra, és hát mondjuk egyszerűsítsük le a grafikát. Jó? És akkor meglátjuk, hogy vajon mire.
mennyire fog menni a gép ezzel az új FPS méréssel. Hát, igen. Természetesen kiakadt a mérő, 60 FPS-nél többet nem mér. Abszolút seamless grafika, és semmi akadozást nem látunk, hibátlan működés. Csak hát annyi, hogy a felbontás között ekkora a különbség. Jó? Na, megyünk vissza, hogy nézzük, hogy mit írtatok, milyen kérdés van, vagy ilyesmi. Aztán majd meglátjuk, hogy mi az, amit teszteljünk. Ja igen, mert volt egy újraindítás, böngésző, az miért nincs itt lenne? Azt tegyük majd ide. Jó? Megvárjuk, amíg betölt, aztán majd meglátjuk, mi lesz abban. Továbbra sem működik az asztalváltó kocka, valószínűleg azért, mert ő ezt nem szereti. De effektekből aztán nincs hiba, aztán annyi van, mint a roldás. Képernyőszélek, ugyanúgy nincsen kocka, jó, tehát semmi. Fenébe. Wow. Wow, de ez király, nem? Ott maradt az a látétkép. Jó, addig szenvedj egy kört. Na. Te nem akarsz teljes képernyős lenni, te csávó? Fú, az nem ment valami gyorsan. Na jó. Folytatás, tehát. Oké. Okay. És akkor meglátjuk, mi lesz ebből az egészben. Oké? Okay. Megvárjuk a szöveges részt, ugye. De... Hogy? Én mentem kellett a válaszol a kommentbe. Hogy van? Januárra passzoltam a slot 1-es dual core-om, na azon hogy futott volna? Jó? Operált gyengébb gépeken is jól fut a sztuti. Így van, ezért volt rossz ötlet a telepítés. Ennél gyengébb gépeken, esetleg P3-on nem. Nem, mert az már tényleg túlzás. Tehát ez is már a túlzás határát karcolja. Ez már nem. Azért megöltem az Open Arena-val. Hát, igen. Csak nálam halt be a broadcast? Nem. Megállt az a vacak, túl melegedett az a vacak. Na, majd megoldjuk. Egy benfentes mennyit keres, gazdag? Miféle benfentes? Ezt most nem értem. Oké, okay, milyen benfentes? Ez mi volt? Ezt most nem értem. Na jó, a kocka, mit? Jó. Nagyon, nagyon nincsenek kérdések, ahogy látom, pedig jó lenne, hogy őszinte legyek. Azt próbálom megoldani, hogy lehetne elővenni, hogy működjön a kocka. Hát, ha valahogy elő tudnám venni, de nem. Mennyi időnk van? Még 14 perc. Hű, hát addig átállítom a gépet durvára. Maximalizás képernyőre kijelentkező fokozatos ellenszkent áttetszőség soha nézőről. Miért húzza vissza mindig? Egy. Na, oké. Okay. Aktivitások, screen locking, virtuális asztalok, első asztal, kocka. Pedig kocka van bejelölve. Na. Fenébe. Na jó, oké, okay, akkor ennyi volt a teszt, mert látom nem jött több üzenet. Nem jött több üzenet, ahogy látom. Ja, ahogy látom. Úgyhogy átszereljük a gépet. Jó? Átszereljük a rakétává, és akkor jövünk vissza. Na jó van, kezd egy kicsit rosszul alakulni a helyzet. Mert a telefon merül, mint a állat. 10% aksi van még csak. Úgyhogy ezt menet közben bedugjuk. Töltőt, mert közben szereztem egy töltőt. Na szóval... Mondom, szereztem egy töltőt, és elvileg nem fogunk lemerülni. Tehát... Újra. Tehát rövid a kábel, jó? Át van állítva minden, itt látjuk a felső részeken. 4 GHz van bekapcsolva, összes maggal, ezt mindjárt megmutatjuk. Összes magban van kapcsolva, jó? A memóriát itt lejjebb látjuk, 1867, és mentés. Na jó van, elvileg minden működik. Remélhetőleg. Fókusz találd már meg, édesfiam. Hú, ez nagyon nem megyes rász, nem baj. Szóval, hello, stop. Amit éppen most láttok, az a vinyónak a betöltési sebessége. Jó, ezzel nem változtattunk semmit. Ez ugyanaz a vinyó, ugyanazzal a
80R-es kábellel, csak most be van kapcsolva az i7-es, és be van kapcsolva az összes mag, memória vissza van téve, úgyhogy elvileg sokkal gyorsabbnak kéne lennie. Ja, már 3 monitoron játszunk, tehát bármelyik monitoron be lehet jelentkezni, külön. Tényleg azt hittem, hogy most más jelszót használom. A nagy Ubuntu úgy csinálja, hogy egy általános háttér van a másik két monitoron, és egy monitoron van a login. Hát ez egy kicsit fordítva van, nem? Így teljesen fordítva. De nem baj, ezt mindjárt beállítjuk, ez nem tart sokáig. Ami igazán sokáig tart, az most a loading time. Tehát ez a géphez természetesen egy SSD kellene, úgyhogy amit most szívunk, az a loading betöltőkép. Igyekszem gyors lenni, amennyire lát, jó? Mert fogy az időnk. Meg az aksi is. Az is fogy. Na, oké. Tehát visszaállítottuk az ablakokat. Ugye látjuk azt, hogy az ablak áthúzható egyik monitorról a másikra, tehát minden rendben működik. Tehát mostantól, így instant, nem állítottam be csak azt, hogy OpenGL 2.0, meg hogy sima a nagyítási mód, azonnal tudnia kell az asztal 3D forgatását. Haha, tudtam. Akkor igen, a videókártya miatt tiltott le, úgyhogy lássuk tovább jobba. Jön a játék, jó? Az egy fontos teszt. Nem sok időm van, úgyhogy 0AD. Ez a 0AD betöltési ideje, ez sajnos nem változott semmit. Olyan furcsa módon ez a felbontás, ez nem nagyon megy. Hol van? Ja, úgy sehol. Tehát itt már nem lehet 3 monitorra tenni, úgy látom. Fú, haver. Jó. Egyjátékos mód, játszma, térkép adott betöltés, minden ugyanaz, mint az előbb. Oké, játékkezelés. Ugyanaz a betöltési idő, minden ugyanaz, kivéve a videokártyát, a procit, a memóriát, jó? Na, ugyanaz a rendszer csak. Ugye más mögötte a proci. Bocsánat, tehát... Na, hát ez egy picivel gyorsabb, azt kell mondjam, jó? Annyi hátrány van a dolognak, hogy... Hát nem 3 monitor. Valamilyen okból ez már nem 3 monitoros, csak egy. A többi ablakon itt nem tudom, mit terveztek a srácok, ez most ilyen. Viszont szépen megy, jó? Elküldjük a csajokat ide, teljesen hibatlanul megy, oké. Kilépés, többi program. Kilépés, igen. És sokkal gyorsabban is kilép, annak ellenére, hogy itt más a beállítás. Na, ez viszont egy vicces játék lesz, mert természetesen a beállítás az nem áll meg ennél a színnél. Jé, valamilyen okból nem tudja a nagy felbontású módot. Ez lehet, hogy azért van, mert ez még a régi verzió. Na, mindent felnyomunk maximumra, ugye mennyire lehet. Antisztopi kettőszörös. Aztán lássuk ugyanazt a tesztet, amit az előbb, jó? Ugyanúgy hullámzó, egér nem akadozik. Ugyanaz a pálya, azon se változtatunk, és akkor igyekszünk gyorsan betelepíteni őket, aztán gyerünk. Betöltési idő nagyjából ugyanannyi. Spectate. Na most annyi a különbség, hogy ez most így egy képernyőn fut, mert nem a legújabb változat. Ugye nem a 0.88-as, csak a 0.85-ös. És megpróbálok ugyanoda beállni. Ha jól emlékszem, itt voltam fönn, és igen, ugyanúgy 60 fps, tehát ki van akadva, jó? Fullon, tele van játékossal, és nem akadozik, szépen fog. Következő. Ó! Ez itt micsoda? Itt az asztali start menü? Hát az nagyon vicces, hogy került az oda középre? Te csávó. Wow.
Ez nem baj, hogy itt most középen van? Fú, de gáz vagy majd. Háttérkép, egérműveletek. Jó, ez nem fog segíteni. Na! Kijelző. Hármason. Jó, oké. Okay. Visszarakta alulra. Oké, okay. De ehhez kellett a beállító menni. Beállító abban. Alkalmazás, játékok, Assault Cube. Itt alul még van egy csík az asztalból. Itt az asztalból egy csík alul. Tehát a felbontás megingatja. Jó, videó. 5040x1050. És ugye ilyenkor ugye a négy látó szélességet, a látó perifériát is ki kell javítani. Oké. Okay. Hát ez nem sikerült így elsőre. Nem baj, barátom, újra. Nem sikerül neki. Valószínűleg ez még a régi változat lehet, most nem fog itt frissítgetni. Töltsük be ugyanazt a pályát, jó? Single player. Ez most mindegy. 12 játékos, és itt a kép. Itt a kép, amit az előbb mondtam. Az alacsony felbontás, nem tudom, még pályán voltunk. Talán ezen. Nem mernék esküdni. Na, mindegy, hova állítjuk, ez a játék, ez 60. Jó? Van itt olyan, hogy hát ez 60 fps, akárhova kapcsolom, itt alul egy fekete csík van végig, nem teljesíti a játék a full screen, itt fölül is van fekete csík, alul van az asztal, tehát az én munkaasztalomnak a parancsora, úgyhogy nem valami nyerő. Megmutatom, jó? Hát, ha éltek még. Tehát, itt van a játékablak, odaforró az arcok. És itt van alul még a start gomb, a két asztal, a Firefox, a többi minden, jó? Amúgy nagyon szép 60 masszív FPS-el itt rongál a játék, és ennyi. Mi az, amit még nem mutattam? Kezdtünk lemegyni. Na, még 3% aksim van. Oké, okay, játék, ezt mutattam, megvan, oké. Okay. Fogyasztás, hol a francban van fogyasztás? Rendszer. Összes játék futtatása után így néz ki a szisztem. Természetesen 12 CPU van, jó? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Memória 0.75, 11 hétből. Swap az semmit nem használ, internet nem használ semmit. Na mondjuk ezt nem fog kelleni. Valahogy így jó az. Ugye nincs valami nagy rendszertárhelése. És 3D-s asztal természetesen instant és azonnal működik. Jó? Tehát az összes effekt, amit ki lehet találni, az azonnal működik. És az effektek, hát asztal működés, virtuális asztalok 2, váltás kockával, tehát már nem kérdez vissza, asztal effektek, nagyító, képkocka számláló, halványító, visszacsúszó ablakok, áttekintő ablak bejelentkezés sorra, háti kontraszt, háttérkontraszt, elmosódás, morphing pop-ups, tehát ezek elő se jöttek, tekergőző ablakok se jöttek elő, ezt figyeld. Volt, aki ezt lepedő effektnek hívta. Valami hülyeség mi? Természetesen be lehet állítani, hogy mennyire lebegjen, stb. Varázslámpa, animáció, minimalizál. Na jó, hát ez nem volt az előbb se, úgy emlékszem. Na, mindegy, szóval működik. Jó? Úgyhogy akinek KDR-re van szüksége, ráadásul arra nem kiforrott 18-asra, hát az menjen el, és vegyen jó erős gépet. Ja, és ne lassú vinyóval, hanem valami SSD-t.